Sziasztok! Úgy néz ki, itt lennék egy videóval. Nagyon nem terveztem, de hátra jöttem a tavam 20. Hát dolgok mostában nagyon-nagyon dolgoznak a patokból. És tegnap megfigyeltem, mintha egy lábnyomot ott a tó szélén, hogy ott belementek. És hát nem csak lábnyom, de bele is járnak ténylegesen. Itt látszik egy kicsit több kaparás, itt járnak. Akkor ők szépen most már ágakat is hordanak, mint az látható. Szép kis pucolt ágak. Ott vittem ki fát, a végét annak is leraktak. Ja, megnézem, hogy a patakban mi a helyzet. Nem semmiznek ezek az állatok. Itt is mintha látszik kaparászás, és itt aztán egy kicsit jobban látszik, nem ott a négy kör, vagy a három körme. Utána járt valami. Nem semmi. Pecázgatok is, megmutatom, amit fogok. Úgy néz ki, fognak jönni. Na, megint csippantott valami egyet. De sekérizve baraktam. Múltkor is itt fogdostam őket. Na, ennyi, nézzük meg a patakot. Az, hogy néz ki. Kicsit hátrettem, mondom, itt valamit tevékenykedjek. Sőt, lássátok, itt volt nekem egy, vagy van most is ott a víz alatt egy gát. Ami most már nem gát, mert lája van egy nagyobb, és azt tartsa a vizet. Egyrészt jó is nekem, másrészt nem. Na, remélhetőleg ezeknek a nagy falknak nem állnak neki, és ha neki állnak, akkor be kell drótozzam őket. Ezek elég jól takarják a tavat, hogy akárki nem lássa. És ott egész messze lent van a tó. Ott, ahol látszik egy flakon, vagy a tó, a gát, ott, ahol látszik egy flakon. Ott van valahol. Még közelről én se láttam. Szépen dolgoznak a kis mocskok. Na jó. Folytatom mindjárt a videót. No, meg is jött az első hol. Ott a parkányról. Egy szép karaszka. Komposzt gilisztára. Onnat jött. Vettem pár pelletet is, hogy jövögessenek. Remélem, a húdok azért nem maradnak itt a vízbe. Valami ott az elébb elég jó buborékozott, ne itt is látszik. És ott is. Na, még jövök át egy párhol, rakok be róluk képet. És most ő jött. A szép kis duci karaszka. Ez ilyen vad karasz, nem ezek a, az egész ezüstös ilyen telepített karaszok. Jó, be hideg a víz, nagyon. Túlfenekéről jött ő ma. Egészen de leengedve. Na, jött egy karaszocska. Ő is szép széles, puckos. Sajnos van valami sérülése, de lefertőtlenítettem. Jött egy bodorka is, fenékről. Épp mikor a bodorkát mutogattam, a pisztrangocska el is vitte a horgot. Épp a horgot egy kicsi csalival visszadobtam. És már vitte. Ilyenkor bezzeg, mikor nálam van a horog kiszedő, akkor nem nyeli mélyre. Mikor a horog kiszedő nincs, olyan nincs, hogy ne nyáljék le. Ma kétszeres maradt benne valamelyik pisztrangó a horgom. Na, jött ismét egy szép tenyeres karaszka.
Azért jelentkezem mindig innen, mert töltőn van a telefonom. Na, dobom is vissza. Jött egy szép karasz. Ő ma jó tányeres. Így, este felére. Közben itt kártelek. Hát, ha hódokot sikerül kiszorítani. Mondjuk elég rossz kárt van, úgyhogy bejutnak a bélkornak, csak kicsit a dolgokat nehezíteni jó volna. És hát, ha nem tudnak így bejutni. Na, még jelentkezek, ha jöv valami. Hátra jöttem a tóhoz. Tegnap előtt dolgoztam itt. És hát megint algakkal tele van. Jó, meghántottak. Innen hóztak állni. Ügyesen kirakom, sük, viszik. De hogy én kártet raktam, és még az alatt is bejöttek. Mi? De főtt tele van algakkal. Ha nem jel, mit jártak be, itt látszik a kapod a szas, itt feleségét emelni. Szóval itt most valamit lenyomok. Ezt is onnan hozta a bakker. Érdekes. Fordanak szél mindent. Jó nagy, most is a patakból víz. Ott is van rágomány. Na, azt nem tudom, ha most itt táborikáldozom, vajon hol fognak érkezni. Itt is ág. Annyira nem járnak, ott is van ág. Valami hol van, ami isztetlenek baj van. Hát, ez igen, úgy néz ki, itt is jártak, itt húztak bele ágat, mintha. Normálisuk. Na, egy újabb nap, és mint egy kicsit pecázgatok, és jött ez a szép kis potyesz. Ami elég szépen növögett. Lassan megyek haza. Most máma nem látszik a húduknak a tevékenysége annyira. Ágaz nem volt a vízbe. Viszont itt az ő körmincsele, és itt mászhatott ki az egyik. Kicsit próbáltam ázárni megint is a járásukat. Aztán meglássuk. Jött még pár hal a pontja előtt is. Róluk teszek be képet.